Óvodástól egészen a középiskolás korosztályig mutatták be alkotásaikat a gyerekek az Autizmus a láthatatlan különlegesség című előadással egybekötött tárlaton. A kiállított művek között szerepelnek színes és aprólékosan kidolgozott rajzok, valamint egy fénykép is látható a falon. Esély egyenlőség könyvtár az idei szlogene a József Attila megyei könyvtárnak, és ezen témakör keretében szervez programokat a héten az országos könyvtári napok keretében. És az egyik programelemnél vagyunk most itt a Népházúti Fiók Könyvtárban. Kékmadár Szülőklubban lévő családok, gyermekei által készített rajzokból nyitunk meg egy kiállítást, és azt követően egy picit beszélgetünk az érdeklődőkkel az autizmusról, az autizmus megérthetőségéről, erősségeikről, nehézségeikről. Ez tulajdonképpen egy figyelemfelkeltő beszélgetés, és attól függően, hogy aztán milyen reakciókat váltunk ki a hallgatóságból, akár lehet folytatása is. A hasznos fórumon egy gyermekorvos is megosztotta észrevételeit, ötleteit a jelenlévőkkel, amelyeket az autizmussal élő családoknál tapasztalt az évek során, és amelyek talán segítségül szolgálhatnak az érintetteknek. Főként abban, amit tapasztalok ezeknél a családoknál, jó megoldásokat, vagy azt, hogy hogyan lehet felismerni, amikor gondolunk rá, hol lehet ezt diagnosztizálni, hova mehet a szülő segítségért, és milyen lehetőségek vannak még ebben a fejlesztésben. Mondjuk ezt a részét leginkább a szülőkön keresztül tudom meg. Ahol jól működik, akkor erről visszajelzést kapok, és akkor tovább tudom adni az információkat. A rendezvény során a szervezők részéről nagyon fontos volt, hogy éreztessék és megértessék a különlegességgel élők élethelyzeteit, viselkedésüket, ezért a száraz tények helyett játékosan próbálták mindezt számukra átadni.